Az őrtűzgyújtás nem más, mint tisztelgés a székely szabadság iránti törekvés előtt. Minden évben megrendezik ezt a fajta eseményt október utolsó vasárnapján, ezzel is kimutatva az összetartozást a székelyek között. Évek óta minden évben október utolsó vasárnapján mi dombavári székelykör megszervezzük az őrtűznek a gyújtását. Azért szervezzük meg, mert igaz, hogy mi itt élünk, Tolna megyében bukovinai székelyek vagyunk, ugye az egyesületünkben vannak erdélyi székelyek is, de nagyon fontos, hogy kifejezzük az együttérzésünket és támogatásunkat a székelyek autonómia törekvésével kapcsolatban. Nagy örömömre szolgál, hogy nem csak a dombovári székelykör tagjai, hanem nagyon sokan olyanok, akik nem székelyek, de fontosnak tartják ezt a támogatást, itt vannak velünk. Mi úgy készültünk, hogy egy kis sütit sütöttünk, meg zakuszkás kenyérrel kínáljuk meg egy kis pálinkával a vendégeket. Ez a mi kis meglepetésünk a számukra. Messzebbről is érkeztek a tűzgyújtásra, és nagy örömmel fogadták a találkozást. A Bekecstán Színházzal nem először járunk már Dombóváron. 2017 óta, amikor lehetőségünk nyílik erre, akkor mindig valamilyen pályázat keretében erre kanyarodunk, és hát most már örömmel jövünk, mert mindig egy lelkes közönség fogad minket. Ezen a héten is egy kisebb magyarországi turnén vettünk részt, Budapesten, Bonyhádon és Dombóváron jártunk az együttessel. És hát ez a mai nap ugye különleges volt számunkra is, hiszen a székely autonómiáért gyújtottunk őrtüzet, ezért úgy gondoltuk, hogy hát itt a helyünk, hogy mi is emlékezzünk erre. És hát a mai napon Dombóváron, a Művelődési Házban a helység kalapácsa Petőfi Sándor emblematikus művének a táncos adaptációját mutattuk be. És hát mi úgy gondoljuk, hogy kellő sikerrel, hiszen nagy taps fogadta, és örvendünk, hogy ilyen alkalmakkor újra találkozhatunk, nem csak a helyi székelykörrel, de a környékbeli bukovinai székelyekkel is, akikkel elég szoros kapcsolatot ápolunk évek óta. Jaj, százszor elborít.